programozáskarrier.hu oldalon van egy hírek rész, ahol fel tudsz iratkozni egy hírlevélre, és ott érkezett egy kérdés felénk, ugye a hírlevelünkre érkezett választ fogunk most megnézni ebben a videóban, amely a szokásos millió dolláros kérdést teszi fel, hogy mit csináljak, ha senki nem akar engem felvenni, mint munkaadó. Ugye az alapötlet az az, hogy azt érzékeljük, hogy senki nem vesz fel minket, és senki nem is válaszol. Csak, hogy ugyanebben a levélben később azt olvastam, hogy kérték, tehát valaki kérte, tehát aki kér, az már válaszol, hogy készítsek egy felvételi munkát, de azt mondták, sajnálják, más fognak választani utána. Tehát itt most csak összefoglaltam, hogy mi volt a levélben nagyjából, és nem, nem pontosan idéztem nyilván, hanem csak ez egy összefoglaló. Tehát. Itt rögtön volt egy ellentmondás, hogy azt érzékeljük, hogy senki nem is válaszol nekünk, de valójában volt egy ellenpélda, ahol válaszoltak, és ha van egy, akkor az a tézisünk, hogy lesz több is. Mert annak az esélye, hogy csak egy van a világon, aki válaszol neked, mint lehetséges munkaadó, és még ráadásul projektmunkát is kért tőled, annyira komolyan vesz, annak a valószínűsége minimális, hogy ne lenne még legalább egy, és ha van még legalább egy, akkor itt lehet folytatni a sort tovább, tehát ha van egy, akkor van több is, maradjunk annyiba. Aztán itt jött egy nagyon érdekes dolog ebben a levélben, hogy azt, azt állítja a levélírója, hogy meg se nézték a munkámat, hiszen az github látszik, hogy hányan nézték meg. Na most én megnéztem az egyik repozitorinkat, itt van például ez a JavaScript számkitaláló program, az egyik ingyenes tanfolyamunkban is benne van, hol lehet látni azt, hogy hányan nézték meg? Itt az egész oldalon. Hol? A settingsben? Ott is megnéztem. Ott se lehet látni. Azt, hogy van egy watching, ez nem azt jelenti, hogy ennyien kattintottak erre az oldalra és megnézték, mert most akkor ide megyek inkognitó módban mondjuk megnézném újra, vagy egy másik böngészőben, akkor is egy lenne a watching. És ezt már többen megnézték egyébként. Ha erre gondoltál a watchingra. De nem hinném, hogy erre gondoltál, mert sok minden másra is lehet gondolni. A watching az azt jelenti, hogy figyelemmel követed a változtatásokat. Okay, ez nem azt jelenti, hogy hányan nézték meg. Felmész bármelyik repozitorira, nem csinálsz semmit, nem látja senki más, csak a GitHub, hogy ott voltál. Nyilván a Microsoft. És ide kattintasz a zöld gombra bemásolod ezt az URL-t, elmész parancsorba a Visual Studio kódon, beírod, hogy git clone utána pedig ezt a URL-t, akkor a számítógépeden ott van a kód, anélkül, hogy a repository létrehozója értesülne arról, hogy hányan nézték meg. Persze elképzelhet, hogy elmentél ide az Insights-ba, és itt az Insights-on belül nézted a vizitorokat, és tényleg nulla van. Ebben az esetben igazat adok neked, hogy tényleg nem nézték meg. De Vigyázz, hogy tényleg ez történt hogy itt az Insights-ban konkrétan láttad, hogy nem nézte meg senki, vagy levontad a következtéseket máshonnan. És ha ők nem nézték meg, akkor nem nézték meg. Aztán utána jött ugye ez a szokásos fórumozgatás, hogy megerősítettek abban, hogy lehetetlen a HRS-e olvassa a jelentkezésünket, van, aki 200 helyen pályázott, és sikertelenül 500 Upwork ajánlatban jött össze egy megbízás. Igen, ilyenkor be lehet süllyedni egy ilyen spirálba, amely elég rossz, elég rossz helyre is vezethet. Mert aki fórumol, fórumon ezeket a dolgokat mondja, te nem látod, hogy milyen minőségű a munkája én dolgoztam lakásfelújítókkal is, hát nem kívánom senkinek azoknak a szakembereknek a 80-90, sőt talán 95%-át, akiket találtam, akármit is ígérnek, akármit is mondanak. Valami hasonlót lehet elképzelni a szoftverfejlesztésben is. Tehát nyilván a sikerrátánkat lehet lényegesen javítani. Most én a Könnyen beszélek a 20 év tapasztalatommal nagyjából, tehát nekem a siker rátám az nagyjából olyan, hogy valószínű ötből egy felvesz, de abból a maradék négynél nem biztos, hogy a cég szűr ki engem, hogy nem akarja, hogy ott dolgozzak, hanem lehet, hogy én szűröm ki a céget, mert nem felel meg az én igényeimnek. És én erősen megosztó vagyok interjúkon pont azért, mert nem szeretném azt, hogy rossz helyre vegyenek fel. Jó, tehát nálam mondjuk ez, ez a helyzet úgy nagyjából pályázatonként. De ahhoz, hogy eljussak ide, elmögöttem 20 év tapasztalat. De pontosan emlékszem kezdőként, hogy még amikor nem volt diplomám, akkor is mit csináltam hogy megszerezzek különböző munkákat, akkor nem konkrétan állást, de különböző munkákat, és sikeres voltam. 2019-ben a programozás karrier építése előtt csináltunk direkt egy ilyen pilotot, és ebben a pilotban jó van nem upwork hanem peopleperhour.com-on, de akkor is szereztem több referencia munkát úgy, hogy nem volt ott a hátterem, nem volt ott a diplomám, csak feltöltöttem egy-két dolgot, és úgy szólítottam meg az ügyfelet, hogy hogy az ő érdekeit igyekeztem képviselni amennyire csak lehet, és kérdeztem, hogy, hogy hogyan gondolja a kivitelezést, hogy így vagy úgy. És akkor lett belőle párbeszéd, a párbeszédből pedig uh, kivitelezés lett. És az egyik ügyfél az már hat egy összeget át, hagyott ott nálam, hogy összességében az évek folyamán, mert visszatérő ügyfél lett, én meg nem mondtam neki nemet. Hat egy összeg nem forintban, hanem dollárban mert amerikai volt az ügyfél. Tehát ez, 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 ezek így néznek ki. Nyilván a kompetencia szint, amelyel megpályáztam, az igen magas volt, meg a, a kommunikáció is ilyen volt. De az ilyen, az ilyen a fórumozások, Azért problémásak, mert ha te tényleg akarod a szoftverfejlesztést, akkor, akkor elveszik a kedved, akár depresszióba is vihetesz, és az lesz a vége az egésznek, jó esélye, hogy ezek a fórumok gyakorlatilag egymást erősítik, hogy végül ott landol az, akinek az egója egy kicsit megbántódott, hogy másképp képzelte el a jelentkezés, másak voltak az elvárásai, ezek nem teljesültek, és mivel én nem lehetek a hibás, mint jelentkező, ezért uh, igyekszem megracionalizálni valahogy másképp, hogy ki a hibás. És uh, ilyenkor nyilván, a, nyilván ez, ennek az a, az a mellékhatása, hogy azok, akik újak a, ebben a kutatásban, azoknál pedig az történik, hogy... Uh, Nyilván háttér minden más kutatás nélkül ugye ezt elhiszik, hogy oké, okay, akkor biztos a, mun a munkaerőpiacsal van a gond, nem jött össze a megbízás, és ez gond. Ugye? És akkor mész te is, mert neked sem sikerült eddig. De ezért, hogy most valami megoldás is, konstruktív megoldást is találja, aki idáig nézte a videót, az megérdemli, jó nem ígérem, hogy mindenkinek a portfólió jelentkezési anyagát ki fogom elemezni. De azt igen, hogy amennyiben beküldesz egy jelentkezési anyagot az info.programozáskarrier.hu címre, frontend webfejlesztő állás, vagy egyáltalán ír le, hogy milyen állást pályáznál meg. Jó, tehát milyen állást pályázol meg. Én kielemzem, hogy szakmai szemmel, hogy mit gondolok erről a jelentkezési csomagról. És akkor meglátjuk, hogy mondjuk ha 200-an visszautasítottak, akkor miért utasítottak vissza. Ezt csináljuk egyébként a karrierváltó programban is, csak most néhány szerencsést kiválasztok nyilván is. és és akkor meg fogjuk nézni, de nagyon fontos, hogy ennek a szükséges feltétele, hogy azáltal, hogy beküldöd, automatikusan hozzájárulsz ahhoz, hogy YouTube-on felkerülhet a jelentkezés, az általad megadott formában, tehát ha valamit anonimizálnunk kell, ki kell takarnunk a nevedet, az URL-t, akkor légyszer írt meg a levélben. Ha nem ír semmi, csak mondod, hogy elemezzétek ki, akkor felkerül YouTube-ra úgy, ahogy van. Igyekszünk nyilván anonimizálni egy két dolgot, de összességében nem tudjuk az igényeidet. Jó, tehát ezt tudom javasolni, és akkor tegyünk egy próbát. Tegyünk egy próbát, hogy tényleg a munkaerőpiacsal van-e gond, vagy tudunk-e még valamit csinálni, amit egyébként tanulunk a karrierváltó programban is. Úgyhogy én ezt tudom javasolni rá, ez a legújabb ötletem. Küld be, és nem kerül neked semmibe. Oké. És végül van egy utolsó rész, hogy amíg nem garantáltok állást, nem fizetek egy forintot sem tanfolyamra. Nézd meg az állásgaranciákat bárhol, ahol van, mik az apró betűs részek, mit jelentenek ezek az állásgaranciák pontosan, és hogy néznek ki a gyakorlatban, jó? Tehát nagyon fontos, hogy az a cég, aki azt mondja, hogy állásgaranciát ad, hogy te megvásárolod a tanfolyamot, egy éven belül állásod lesz. Függetlenül attól, hogy mennyi energiát teszel bele, és milyen minőségű a ráforított figyelmed, és milyen minőségben készíted el a portfólió projektjeidet például. A függetlenül ettől valaki garantál egy állást, akkor ott vagy apró betűs rész van, vagy valami más val Valami biztos van, jó? Tehát ez, itt, itt vigyázni kell, mert... mert Sokan vannak, akik, akik nem teszik bele az energiát, és ezért van az, hogy a portfólió projekteket, ugye én kérem, szívesen elemzek néhányat itt YouTube-on, és meglátjuk, hogy milyen a minőség és a minőségből látod, hogy hogyan tudod tovább javítani, hogy ne az legyen, hogy egy valaki ír vissza 200-ból, hanem mondjuk egy valaki százból, egy valaki 50-ből, és akkor mész egyre jobb arányra. Nyilván azt, hogy mindenki visszaír, nem tudjuk. Egy-két dolgot azért tudunk. Amit mi befolyásolni tudunk, az az, hogy, hogy, hogy milyen minőségű jelentkezési csomagunk. Jó hírem is van, lesz egy videó arról, hogy a munkaerőpiac hogy változik pozitív módon, ennek már vannak előjelei 2023. decemberben is voltak. A másik jó hírem pedig az, hogy egyre több cég otthon végezhető pályamunkát kér. Ez egy, szintén egy trend, hogy programoznod kell valamennyit, be kell bizonyítanod azt, hogy, hogy mennyire értesz az adott témához. Az egyik tanulónk nemrég pont így szerzett állást. Elvégezte, amit kértek tőle, nagyon jó minőségben kétség nem volt hozzá, hogy, Amennyiben nem valamilyen belső politikai döntés volt a cégpolitikai cég döntés, akkor megtalálja az áll, megkapja az állást. Ennyi. Oké, várom a munkákat, és meglátjuk akkor, hogy milyen minőségben készülnek el. Ezt uh, idővel, idővel akkor emeljük ugye a színvonalat a, a csatornán belül is, hogy tényleg egyértelműen Mindenki, aki akarja látni, hogy milyen minőség szükséges ahhoz, hogy bekerüljön valaki a szoftverfejlesztés üzletágba, És annyit tudok mondani erről, hogy a bekerülés szándékosan nehéz. Ha könnyű lenne, nem keresnél ennyit. Ez a lényeg. Ha bárki be tudna kerülni minimális erőfizetéssel, akkor nyomottak lennének a fizetések. Keresett kínálat. Ezen gondolkodjatok el szintén.